Na, sziasztok! Nem látom magam. Na, így már jó? Na, sziasztok! Igazából tök nem tudom, milyen videót akarok csinálni. Ennyit tudom a kamerát, és ami jön, az jön. Lehet, hogy gyakran ismételt kérdések lesz. Nem tudom. Akarok most majd összefoglalót, hogy hagyjatok békén a hülyeségeitekkel, mert fölcsesztek. Csinálok 20 videót arról, hogy... Ha? Nem. Na, tehát... Annyira felcsesz, hogy nem tudtok gondolkodni. Miért nem lehet megnézni a videóimat, miatt kérdeztek? Felcsesz, hogy csináltam direkt, feltöltöttem egy FTP-re a Yu-Gi-Oh! Csak azért, hogy ne kelljen nektek keresgélni, mert amúgy enkoron beírod, hogy Yu-Gi-Oh! Is ott lesz. De mindegy, ezzel is kedveskedni akartam, tök mindegy. Beraktam, csináltam róla egy videót, és mindegyik Yu-Gi-Oh! Párbajos videó alatt megkérdezitek 20-szor, hogy hol a letöltési link. És ez felcsesz. Mert miért nem lehet előbb megnézni? Csináltam egy lejátszási listát, ahol az első videó az, hogy hol kell letölteni. De nem. Még ez sem elég, még utána is kérdeztek, hol kell letölteni a Yu-Gi-Oh! Csináltam, hírcsatornában kiírtam, hogy itt a Yu-Gi-Oh! Letöltése, úgyhogy hagyjatok békén. És még utána is írkáljátok, hogy hol lehet azt a rohadt Yu-Gi-Oh!-t letölteni. Emberek, tudom, van köztük fiatal, van fiatal. Én elhiszem, hogy vannak 12-13 évesek, de azok ne. Leszívjátok az energiáim nap, mint nap a hülye kérdésekkel, hogy letöltés. Hol lehet letölteni? Ez mi, az mi, amaz mi. Na most. Jól figyelj. Igen, te. Pont te, aki állandóan kérdezősködik. Mert tudom, hogy kérdezősködsz. Aki nem kérdezősköd, annak megköszönöm szépen, hogy legalább megkímélt ezzel. Na. Akkor most elmondok gyakori kérdéseket. Honnan jött a Szefi név? Innen. Következő. Milyen programmal veszem a videókat? Egy 14-15 éves gyerek már általában, aki tud néz gameplayeket, már tiszta van vele, hogy mivel kell, milyen programmal kell fölvenni a videókat. Fraps. Ezt szinte mindenki tudja. Aki nem tudja, azon is akarom videót csinálni. Mert ez egy olyan alap dolog, ez olyan, mint megkérdeznéd, hogy milyen videószerkesztő van a gépeden. És alapból van egy Movie Maker. Jó, a Windows 7-en nincsen, mert az már az MSN, így a Windows Live az így elvette. Tehát azzal együtt kell feltelepíteni, nem mindegy, az nem is lényeg. Tehát, aki akar videózni, annak ajánlom a Sony Vegas-t. Aki videó gameplayeket akar csinálni, annak ott a Fraps, de ezek alap dolgok. Ha nem tudsz vágni, nem tudod, hogy Fraps, akkor még ne is kezdj el videózni, én azt ajánlom. Majd ha tudod ennek a lényegét, akkor kezdj el videózni, mert hogy kell videót lekonvertálni? És így akarsz nekiállni videózni, hogy azt tudod, hogy kell videót lekonvertálni. Mi az, hogy Fraps, hogy kell beállni? De a Fraps is, egy kis ablak van, négy fül, general, mit tudom, shooting, movie, meg mit tudom én, még valami. Tök mindegy, van három mi az ablak, és megkérdezitek, hogy hol kell a hangot beállítani. Hát movies, ki van írva kb. Ekkora kis ablak, és ennyi részt így, össze-vissza, annyi az vesz ki, hogy hol van a hang. Benyomod, sound, record, vagy mi az már? Igen, Windows 7, meg alatta van a mikrofonod. Ha mind a kettő bepipálod, akkor hú, van mikrofonodnak is hangja, meg a játékhangot is fölveszi. Tehát, remélem ezzel tisztá voltok. Ha nagyon kezdő videós vagy, várjál még. Tapasztald ki, hogy mit, hogy kell, mik a vágások, mi az. Ha már tudsz egy alap videót létrehozni, ha már így rutinosan mennek a dolgok, tudod milyen program kell, akkor kezdj el YouTube-ozni. Ne előbb YouTube-oz, aztán videót szerkesz, mert... Mármint úgy értem, na adjatok már, na. Na, tehát. Frapszal veszem a videót. Mit tudom, hogy miket szoktatok kérdezni már? Milyen sorozatokat szeretek? Na, sorozatfüggő vagyok. Mit tudom, megnéztem már a nevem ölt,
aztán megnéztem már a Szökést, a Lostot, a oda átad Supernatura, akkor Doctor Who, Euréka, a Rejtély, mik vannak még, rengeteget, Misfits, Smallville, fú, na, rengeteget néztem már, tehát én majdnem minden sorozatot ismerek. Újakat, Avék, azt most néztem meg, az is jó sorozat. Tehát szeretem a sorozatokat, úgyhogy remélem nem lesz több kérdés. Bár most ennyit elmondtam, most mindegyik témából kérdeztek, hogy láttad ezt a részlástot. Tehát szeretném felhívni a figyelmetek arra, hogy olyat kérdeztetek, ami tényleg kérdés, nem az, hogy hogy kell. A 90%-a úgy ír rám, hogy valamit akar. Ezt se értem, én se értem amúgy. Nem csak Hörbi, de én se értem, hogy miért minket kérdezgettek azzal, hogy mit, hogy kell. Mi nem egy adatbázis vagyunk. Mi is rájöttünk, mi is megkerestük. Tudtuk, hol keressünk. Ennyi. Most, amíg 12-13 éves vagy, akkor inkább maradj csöndben. De most nem azért, hogy lehúrogjalak titeket, hanem azért, mert egy idő után úgyis szembe kerülsz. Ha azt tudod, mi az, hogy torrent, még ne is kezdjél semmihez. Inkább előbb nézz utána a dolgoknak, aztán minden benne tisztában vagy, akkor kezdjél dolgokat csinálni. Mi az, hogy crack? Hogy kell crackelni? Ilyeneket kérdezek, hogy kell crackelni? Amikor a crack az már olyan, mintha levegőt vennél. Mai világban nem tudni, mi az, hogy crack. Én sem tudtam, bazd meg 7 évesen. Hát de rájöttem, vagy megkérdeztem haverokat. Nem egyből egy videóst. Lehet kérdezni, de ne ilyeneket. Ilyen alap dolgokat. Mert az attól, hogy ilyen alap dolgokat kérdeztek, az csak azt jelenti, hogy még nagyon fiatal vagy. És milyen adatbázis vagyunk. Én nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, sőt, a szefitanácsokgmail.com-ra rendszeresen járok fel, hogy nézzem, ott egyből szinte visszaírok, mert ott komoly dolgokról van szó, ott komoly tanácsokat kell adnom, nem az, hogy hol töltötted le. És ennek nagyon örülök, hogy tényleg az az e-mail cím is tel is spamolva hülyeségekkel, hogy most ezt hol kellett tölteni, ja most itt egy map, meg izé. Az direkt azért hoztam létre, hogy bizalommal őszintén elmondjátok, mit szeretnétek, mi a gondjaitok. Ha írni szeretnétek, akkor szefi91@gmail.com. Bocsánat. szefi91@gmail.com. Erre nyugodtan lehet írni, erre külditek a mappokat, erre külditek a filmre, a sorozatomra a jelentkezést. Erre lehet kérdezni. Csak már lassan ott tart a Facebook, hogy inkább föl sem megyek, mert eddig mindig fönt voltam chatten, mert hát régebben ízértem. Három emberre beszéltem régen, azt kész. De most már annyian szinten rám írnak, amint látják, hogy fönn vagyok, hogy már nincs is kedvem Facebookra járni. Úgyhogy három e-mail címem is van. Nem. Kettő van, ami nektek publikus, plusz ott van a Facebook oldalam, ott van a Facebook profilom. Ez is, annyira figyeljétek meg! A leírásban lesz a Facebook profilom. Nyugodtan kattints rá. És figyeljétek meg, sokkal többen fognak most rákattolni, mi, hogy bemondom a videóba, mint alapból, ha szinte minden videó maradt, ott van az a rohadt link. Minden videómban ugyanúgy be van írva. És ha kimondasz valamit, akkor már egyből. Ez is érdekes nagyon. Hogy De így volt Hörbinél is, amíg nézte a videót, és mondta, hogy Facebookozik, vagy lekamerázta, utána egyből többen jelölték be azután a videó után, mint amikor szinte az 1000 videójában ott van mindegyikben, hogy hol kell belinkel, hogy be van linkelve. Tehát nem értem, hogy nektek mindent a szátokba kell rágni. Vegyetek levegőt, jó? Ha nem mondom azt, hogy fújt ki, akkor megfullad. Fújt ki. Ezt minden nap percenként tedd meg. Jó? Lélegezz. Remélem továbbra is jó tanácsot adtam, hogy kell lélegezni. Oké. Másik. Nem tudom, hogy miket szoktok kérdezni. Nem azért vagyok fent cseten, írkálj, hogy még ilyesz a csőszefű mizu.
Értem, mert nem ismerem, hogy gyerek, nem láttam még, azt tudom ki ő, nevét is most látom először Facebook, és megkérdezem, Mizu. Mint ha valami haverok lennénk. Jó, én általában közvetlen kapcsolatban vagyok veletek, mert ugye videózok, meg azért próbálok azért a értelmesebb emberekre válaszolni. De néha úgy kezeltek, mintha egy ősi haverotok lennék, amikor igazából nem is ismertek, csak annyit, amit a videóban láttok, meg én sem ismerlek titeket ugye, mert én maximálisan csak kifelé, azokra reagálok, akik normálisak általában. Úgyhogy, de most figyeljétek meg, hiába fogom ezt a videót megcsinálni, ugyanúgy fogtok kérdezni. Tehát ennek a videónak igazából semmi értelme, mert úgyse fogjátok. Max 1-2, oké. Jó, hát akkor nem veszünk komolyan. Vagy mi az? Akkor nem kérdezünk. Úgyhogy... Nem tudom még igazából... Én most így megfognám, így leülnék, és tudnék beszélgetni, mert igazából... Veletek beszélgetek! Csak nem tesztek fel a kérdést. A kérdést én teszem fel. Ja! Amúgy tudjátok mi a jó? Hogy van egy csatornám... De várja. Hogy legyek már kényelemben, úgyis beszélgetek. Na. Tehát az a jó, hogy van egy csatornám, és őszintén elmondhatok mindent, amit akarok. Most is elmondhatom őszintén, hogy most, hogy mindjárt elérem az 5000 feliratkozót, aminek rohadtul örülök, mert kimennék cigánykereket hányni, csak nem tudok. Tehát annyira jó ez, hogy van egy csatornám, van egy nézettségem, és akkor bármit megoszthatok veletek. Ti már elfogadtatok így, mert nyilván azért iratkoztatok föl, mert már egyfajta szimpátiát éreztek, tehát elfogadtok, amilyen vagyok. És ez jó. És nyugodtan elmondhatok bármit, mert úgyis jól fog kisülni, mert miért. Én egy őszinte ember vagyok, vannak érzéseim, én nem takarom el. Én elmondom, amit gondolok, és ennyi. A másik dolog, hogy ugye én szeretnék a kedvetekbe járni, mert ugye nagyobb százalékban értetek csinálom, szórakoztassak titeket, kérdeztétek miért csinálod, Cefi. Azért, mert szeretek szórakoztatni, mindig is ez volt az álom. Megkérdezték óvodás koromban, mi szeretnék lenni, nagy leszek. Szerintetek mit válaszoltam? Azt mondtam, hogy bohóc. Jó, utána később tévészerelő, na de ez mindegy. Na akkor is a szórakoztatás volt a cél, de elmondom nektek őszintén, hogy egész életemben szinte el voltam nyomva mások által, ez is soha nem tudtam érvényesülni. De tudtam, hogy ha ismernének, akkor sok mindenki szeretne engem, sok mindenki bírna. Ez oké, de annyira így háttérben voltam szorul, hogy kénytelen voltam mindig csak a távolból figyelni. És amint, tehát én úgy érzem, hogy nekem ez a májustól, ja, májustól kezdett ugye beindulni a YouTube-on, tehát 3-4 hónap. Én úgy érzem, hogy ezt az élettől nekem ez az, nem? Hogy fogalmazzak, várjatok? Az élettől nem ajándék. Tehát én úgy érzem, hogy ezt én megérdemeltem. Hogy igen, most már el tudtam indulni azon, hogy érvényesüljek. Én a videóban tudok érvényesülni, ha megnézitek, ha nem. Ez maximálisan, ez itt fog maradni, ez vissza lehet nézni, ez annyira jó, olyan, mint egy, jobb, mint egy napló. Most én ezt elmondom a videóban is, ez is egy ilyen idős cucc, hogy később is megnézhetem, és elmondhatom, hogy na, ekkor mit gondoltam, és ez egy jó cucc. Egyetlen egy hátránya van, hogyha YouTube letörli a csatornámat, de még akkor is gondoltam arra, hogy megvan mai napig az összes videó, megvan egy Winchesteren. Tehát, hogyha valami oknál fogva YouTube-ról lemenne a videóim, akkor is fel tudnám tölteni egy újra. Úgyhogy, tehát azt akartam így mondani, hogy
nagyon sokan tévhitbe vagytok, nem akarok példát mondani. Tudják, hogy mikkel vádolnak engem, akik tudják. Akik nem, az örüljön neki, mert amúgy nincs igazuk. De én úgy gondolom, hogy eljött az az idő, ami azt mondja, tessék Szefi, itt van a sok szenvedésnek az ára, vagy mi az. Tehát te ezt így megérdemelted, most már itt az idője, hogy kibontakozz. És kibontakoztam, ezt megmutatom, hogy én milyen vagyok, én mi vagyok, ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. Ez egy rohadt jó mondóka. És most elértem azt, hogy én nekem több nem kell. Nem ért, amikor én elkezdtetek érdeklődni irántam, nem is tudjátok, hogy mekkora nagy öröm volt, hogy úristen. Én régebben elkezdtem egy csináltam ilyeneket, de annyira féltem, hogy inkább nem raktam közzé. Volt egy kis Facebookon, volt rajta, mit tudom én, 100 ismerős, és akkor így azoknak így küldözgettem el, és akkor mennyi. De amint láttam, hogy mit tudom én, csináltam próbában egy Minecraftot, akkor volt a Minecraft gyakorlás 0-0, azt hiszem, igen. Tehát akkor így elkezdtem Minecraftozni, és féltem felrakni, mert féltem, hogy lerúrogtok. Hol csak röhögtem benne, meg ilyen bamba, és akkor, hát mondom, jó, az maradjon úgy. És akkor volt az, hogy akkor kezdtem el Herbivel videózni. Akkor is kicsit féltem egyébként, mert tudtam, hogy Herbinek jóval nagyobb nézettsége van, még milyenek, de mindegy, felvállaltam magam. Mondom, próba cseresznye. És akkor több pozitív jött a visszajelzés. Aztán láttam ugye a többieken, úgy Herbin is, hogy tényleg, hogy van érdeklődés úgy felém, és akkor így random megmutattam Herbinek, hogy milyen vagyok egyedül, és kirakta az első videómat. Nem kértem, kirakta magától. És teljesen pozitív visszajelzés volt. Így elkezdtem, volt egy második videóm a Minecraft-tól, akkor azt is feltöltöttem. Feltöltöttem azt. Arra is tök pozitív jött, és akkor mondták, hogy Szefi, csináld még. És így elkezdtem csinálni, egy jobban megmutattam magam, egy jobban kialakultam. És végül is odáig jutottam, hogy igen, végül is egész életemben ezt vártam. Hogy végre elismerjenek az emberek, és tudják, hogy mi vagyok. Úgyhogy én ezt szerintem megérdemlem. Akárki akármit mond, ez az én életem, én tudom, hogy miket értem át, és mi az, amivel ez korrigálódik. És nekem ez a YouTube az, ami korrigálódik. Mindig is ezt szerettem volna csinálni. Az, hogy itt tudok videózni, és akkor tudok hozzátok pofázni, az nekem jó. Főleg a komoly videóimmal, hát az meg leírhatatlan érzés, hogy valami, amit mindig is gondoltam, meg én mindig is csináltam, csak ugye senki se tudott rólam, így most közé tudok tenni. Megoszthatom veletek a gondolataimat, őszintén, mert miért ne tegyem? Miért ne vállaljam fel az arcom? Van, aki takarja magát, de miért? Felvállom az arcom, engem így kell elfogadni. Aki nem tud elfogadni, annak nem itt a helye, ennyi. Egy olyan közösséget alkotunk, mi, én meg a nézőim, akik néznek folyamatosan, hogy ez így van. De miért rágozol? Nem tudom, állandóan rágozol. Tehát köszönöm nektek, hogy vagytok. Szeretnék minél feljebb, hogy minél több embernek meg tudjam mutatni azt, ami vagyok, mert ezt értetek is csinálom. Nekem csak az jó, hogy van érdeklődés felém, nekem csak ez a jó. Meg az, hogy van nézettségem. Kérdezték is tőlem, hogy Szefi, miért akar segíteni az embereknek ilyen önzetlenül, hogy csinálsz ilyen komoly videókat, hogy hát, ha valakinek tudsz segíteni, és akkor nem is kérsz érte semmit.
Hát mondom, persze, mert ha az ember ad valamit önzetlenül, azt valahol máshol úgy is visszakapja, de csak akkor, ha önzetlenül. És képzeljétek el, most más fizet ezért. Nem annyira őszinte a segítség, mert már kapsz érte valamit. Ez már illet fitofópia? Nem mindig. Arra akartam mégis kiukadni, hogy ugye van 5000 már lassan feliratkozom, és nektek a kedvetekbe szeretnék járni. És nem akarom azt, hogy monoton legyen. Szeretném változatossá tenni a csatornámat. Azért van mostanában horror videójátékok, mert megmondom őszintén, jobban szeretem csinálni ezt, mint a Minecraftot. Minecraftra is van igény, meg a horror játékokra is. És azért csinálom azt, holott ez sokkal nagyobb munka, meg kihúzni az asztalt, mögé tenni az állványt, hatalmas kamera, visszatekerni, mert az még kazettás. Aztán visszatekerni, oké, le van a felvétel, ugye éjszakaiban levegy, elindítja a frapsot, meg azért is egyszerre, kamerát, oké. Lent volt, megint visszatekerni a kazettát, rádugni az USB-t, aztán lejátszani, ugye az mivel kazettás, ezért élőbe kell még egyszer megnéznem, amit felvettem, akkor rögzíti a gép, ugye, és akkor jó, akkor ha végignéztem, leállítom, oké, felhúzom, összeegyeztetem a két hangsávot, hogy ugye egyszerre menjen a hang, így is sokszor hiba van, aztán két réteget visszahúzni, lekicsinyíteni, balra húzni, tehát ez sokkal nagyobb munka van, mint az, hogy megnyomni a frapsot. Hát sziasztok, itt vagyok, ez én, és akkor Minecraft, végigpafázok 20 percet, kinyomom a frapsot, benyomom Sony Vegasból, azt már konvertálom is. Ez sokkal kevesebb munka. Viszont a horror játékokat szeretem, mert én is nagyon szoktam röhögni. A reakció, egy horror játékban a reakciók a legjobbak. Azt, hogy mikor ijedsz meg, milyen fejeket vágsz, hogy kell ezt megcsinálni. És én is jókat szoktam magamon szórakozni. Viszont azt veszem észre, hogy azt nem tudom. Tehát, ha valaki feliratkozik valamilyen videó után, az valamilyen szinten olyanokat vár el. És nem igazán tudom, hogy az új feliratkozók, vagy a régiek miket akartak tőlem. És szeretnék mindenkinek, hogy ez a 4800, ahol most tartok, ez mind úgymond ki legyen elégülve, hogy oké, megkapta azt a kis adagot, amiért ő feliratkozott, kapott egy kis plusz, ami lehet, hogy tetszik neki, és akkor, ja, meg a régieknek is megvan az a régi. Tehát ezért csinálok a Facebook oldalamra is egy ilyen kérdéseket, hogy miket szerettek, nem azért, mert hogy most nem tudom, milyen videót csinálok, hanem én nektek akarok a kedvetekbe lenni, hogy az legyen, amit ti akartok. Mert most én csinálok egy 20 részes horror videót, az nem biztos, hogy mindenkinek jó lenne. Viszont Minecraftot is csinálnék, de csak az, hogy mappotokont. Meg jó, meg lesz ez a kis sorozat dudekkel, hogy harca túlélésért. Meg az, hogy mik. Painkillert már nem akarom folytatni, Legacy of Kain Defiance, úgy azt kaptam, hogy inkább ne folytassam. Pedig az kedvenc játékom igazából, nem is akartam felvenni, de hát úgy vagyok vele. Ja, kérdezitek, hogy milyen játékokkal játszok? Csak azzal játszok, amit láttok. Én nem tudom, lelkismert furdalásom van, hogyha elkezdek egy játékkal játszani, és nem nyomom be a frapsot, hogy akkor most vegye, és akkor elmondom, hogy most mi van. Tehát maximálisan csak olyan játékokkal játszok, amiket veszek is föl. Tehát nincs olyan, hogy játékon is úgy játszok, hogy nem veszek föl. Akkor meg értitek, azt sem tudom, hogy mennyire van a gameplayekre, és mennyire van az ilyen videókra igény. Tehát én azért is játszok igazából miattatok, mert amikor Minecraftot kipróbáltam, akkor csak kipróbálás szinten volt az egész. De tehát én nem akarok egy olyan csatornát, ami csak gameplayekről szól. Tehát én szeretnék egy ilyen vegyes felvágottat, de akkor meg ugye mindig változatos, hogy ki miért iratkozik fel. Tehát nekem ez így nehéz dolog, hogy minél több újat csinálok, annál jobban nem fogom tudni, hogy mire van igény. Nem akarom azt, hogy jó, és akkor innentől csak horror játék csatorna lesz. Na, ha erre van igény, akkor jó van, mert akkor lehet. De így, hogy de nem, én változatosra akarom, nem akarok monoton lenni.
Úgyhogy ennyi. Jó. Akkor mindegy. Legyen ennyi mára. Így is mire végignézitek, lesz vagy 20 év. Hogy húsz év múlva találkozom! Usoljál már megint, mert az állam pofádja. Na, cső. 26 perc.